Sziasztok! Köszöntelek benneteket! Holnap még jelentős érdemi változás nem lesz az időjárásban. Sokat fog sütni a nap, és csak kevés helyen lehet csapadék. Hétfőtől azonban már jelentősebb változás áll be. Ekkor ugyanis egy mediterrán ciklon, egy sekély ciklonális mező helyeződik fölénk, megnövekszik a felhőzet, illetve a csapadék hajlam is. Közép-Európa időjárását továbbra is azaz anticiklon határozza meg, amelynek középpontja a Brit-szigetek felett található. Ennek a ciklonnak a peremén tegnap ugye áthaladt egy hidegfront, holnap azonban már délnyugat-nyugat felől nedvesebb léghullámok érkeznek, de nem az egész ország területe fölé. Az előttünk álló éjszaka folyamán a ma képződött komoly felhők összeesnek, nagy területen kiderül az ég, azonban az északnyugati, illetve az északkeleti tájakon még felhősebb marad az idő, és ezeken a területeken néhol előfordulhat zápor, de az ország nagy részén száraz lesz az idő. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, hajnalban pedig általában 9 és 14 fok közé hűl le a levegő, azonban a hidegre érzékeny területeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet hajnalban. Holnap napközben az északnyugati, északi részeken továbbra is felhősebb időre számíthatunk, és elsősorban az északnyugati részeken kialakulhat helyenként gyenge eső, zápor, de az ország nagy része továbbra is szárazon marad. Az északkeleti-keleti szél csak néhol élénkül meg, délután pedig általában 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő, azonban a felhősebb északnyugati részeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A jövő héten pedig, ahogy már említettem, pálfordulás áll be az időjárásban, ugyanis a sekély ciklonális mező fölénk helyeződik, ezért már hétfőtől megnövekszik felettünk a felhőzet, ekkor még inkább csak az országnak a délnyugati, nyugati felén lehet csapadék. Kedden viszont már több helyen várható eső, zápor, zivatar, pár fokkal visszaesik a hőmérséklet. Elsősorban a csapadékos tájakon 20 fok alatt is maradhatnak a maximumok, és szerdán is a keddihez hasonló idő várható, tehát több helyen lehet eső, zápor, zivatar. Összességében ezeken a napokon néhol jelentős csapadék is húhat. Én ezzel szeretném megköszönni a figyelmeteket, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek bennünket legközelebb is. További szép hétvégét kívánok, sziasztok!